Szerbia és Görögország árucsere forgalma tavaly közel 400 millió eurót tett ki, ami 20 millióval több az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Szerbia tavaly 133 millió euró értékben szállított árut Görögországba, és 264 millió értékben importált. Belgrád célja, hogy növelje a kereskedelmi teljesítményt, ugyanakkor Szerbia javára javítson annak mérlegén. Az elvárások szerint a görög piacon növekszik majd a szerb nyersanyagok és a feldolgozott áru iránti kereslet. A szerb és a görög fél elkötelezett továbbá a Pireusz-Szaloniki-Belgrád vasútvonal megépítésében is. Prvi akt podpisali po tom pitanju, to je izgradnja pruge Pirej-Szalon-Beograd, to se nadovezuje i na Beograd-Budimpešta prugu. Zato je potreba nama zbog upravo presecanja teritorije Republike Srbije po osi jug-sever. Ciprász és Vučić sajtótájékoztatóján szó esett Szerbia uniós csatlakozásáról is. A szerb államfő szerint fontos lenne, hogy az EU megmondja, mikor lehet Szerbia teljes jogú tagállam. Kijelentette, Belgrád senkit sem akar zsarolni, viszont szeretné, ha konkrét ütemterv készülne. Radimo svakako, dakle, radimo zbog naših građana, ali također želimo i zbog svog političkog odnosa da znamo kakav je politički odnos Europske unije prema Srbiji. To ja mislim fair zahtev i ljudski zahtev. A görög miniszterelnök elmondta, bővítenék a két ország stratégiai együttműködését a régió biztonsága és stabilitása érdekében, ezért Athén támogatja Szerbia európai uniós integrálódását.